vezet nekünk Európa kiemelkedő, tulajdonképpen azt mondja, hogy a legjobb terapeutái, spirituális tanítói, coachai és trénerei. A délutáni órákban mindenkinek lehetősége van saját bőrén megtapasztalni a magasabb szintű együttléteket és élményeket, meditatív állapotokat, olyan élményeket, amelyet integrálszerűen terjeszt a világban. Ilyen az együttérzés, ilyen a magas tudatosság, ilyen a jelenlét és a mély, kifinomult tiszta kapcsolódás az emberek között. Az emberek között létre tudjuk hozni a tiszta kapcsolódást, ami mentes a különféle pszichológiai játszmától, problémától, akkor a csodák tudnak születni. Úgyhogy az integrál szemlélet ilyenfajta kapcsolódásokat szeretne létrehozni az előbb említett számtalan területen, és ezekbe fogunk betekintésre délután. Az esti időzóna, ez a közösségi eseményeké, minden este valamilyen össznépi, azt ugye kb. 500 főt jelent, közösségi eseményt szervezünk, amely indul egy welcome party eseménye, az első este kibérünk egy hajót a Dunán, és ott lesz egy kötetlen állófogadásszerű welcome party. A második este tovább zajlik az ismerkedés, a harmadik este létrehozunk egy gulyás partit a Szentendély szigeten, egy lovas farmján, tehát szeretnénk beavatni a népet abban, hogy milyen is a csillagos ég alatt távoltüzek mellett együtt bográcsot, vagy friss gulyás leves tenni. Arról is tájékoztatjuk persze, de volt, hogy a gulyás az nem egy német étel, hanem egy magyar étel, tehát egy kicsit kerülben helyre a dolog. És az egész szombat estére fut ki, ahol egy Európa állítást fogunk csinálni. Fölhasználjuk az integrál szemlélet arra, kicsit mögé menve magának ennek a szakmai szemléletnek, az európai emberek átjelhessenek egymással egy egység élményt. Hiszen létrejött az Európai Unió, ami ugye elvileg egy egységbe rendez minket, de tulajdonképpen ez egy gazdasági politikai egység, de a lelki egységgel, a spirituális egységgel nem foglalkozik senki. Na most mi ezzel fogunk foglalkozni, egy olyan ceremóniát hozunk létre szombat este az Ütött Európa állításban, ahol mind az 500 fő részt fog menni egy pszichológiai gyakorlatban, egy játékos gyakorlatban. A pszichológiai gyakorlatoknak mindig az ennek, hogy játékos, de miközben játékos, tényleg történik az emberekkel valami megérintődés és megérés. És az fog történni, hogy a különféle országok tagjai, 25 ország jön. Gondoljanak be, 25 ország jelentkezett be eddig. A különféle országok tagjai meg fognak jelenni. A németek, a dánok, a bulgárok, a spanyolok, és különféle játékos gyakorlatokkal ki fogják fejezni önmagukat, nemzeti magatokat, a magyarok is, és utána össze fognak jönni egy olyan lélektani gyakorlatban, ahol meghaladják a nemzeti mi voltunkat, és közös emberi mi voltunkat találkoznak. Pszichológiailag ezek a dolgok, hogy a nemzeti identitásom, személyes identitásom, univerzális identitásom, ezek rétegek a lélekben. Mindenkinek a lelkében mindegyik réteg megvan, csak nem mindenki mindegyiket gyakorolja. Van, aki az egyéni ego identitásával van ragadva, van, aki a nemzeti identitásához van fixálódva, van, aki a globális ötleteihez. De igazából attól integrál az integrál, hogy ezek a lélekszintek mind előjöhetnek, és mind megnyilvánulhatnak. Nem kell fixálódnunk valamelyikhez, hanem az összes lehetünk együtt. És a legszebb az, hogy egy globális korszakban, tehát lássuk meg, hogy ma már globalizáció feladó, nem csak gazdasággal életünknek is. Globális korszakban helyen van egy olyan élménynek, ahol indulunk a lokális mi voltunkból, és egy globális egység élménybe, egységutatba tudunk összekapcsolódni egy ilyen pszichológiailag professzionálisan vezetett játékos gyakorlatban. Ez lesz az Európa állítás. Azt gondoljuk, hogy itt 500 európai ember
hoznak, vagy elméri, hogy pszichológiai élményben is esélyek átélni egy teremben levő 25%-ról érkezett európai társadalmat. Tehát tulajdonképpen, amellett, hogy szakmai tapasztalat és eszmecsere lesz benne egy ilyen élettani, ha tetszik, beavatási élmény, szombat este. És gyakorlatilag utána vasárnap zárul a konferencia, ahol fölöttünk egy globális színpadot, és a globális színpadra meghívjuk a nem európai vendégeket, ugyanis bejelentkeztek Amerikából vendégek, bejelentkeztek Kanadából, bejelentkeztek Ausztráliából, Dél-Afrikából és Ázsiából. Tehát azt lehet mondani, hogy európai konferencia globális jelenléttel, ez lesz az IEC, European Conference. És a vasárnapi utolsó aktus lesz, amikor erre teret teremtünk, hogy a nem európaiak is följöhessenek a színpadra, meglegyenek tisztelve, hogy jelen vannak, és dialógusba lépnek az európaiakkal, reflektálnak, hogy vajon kívülről néz ki Európa, és kitárítjuk a gondolkodást a globális európai internetfogban, és kinyitjuk az ablakot az európai fókuszból. No, hát ennyit szerettem a dióhéjba elmondani. A program többi részét, hogy pontosan kik és milyen előadók lesznek, azt kiosztottuk, tehát megkapták és kezünkben van.